Jó reggelt kívánok! Szép jó reggelt! Március 7-e van, de felhívnánk minden férfi társunknak a figyelmét arra, igen, hogy holnap nőnap. Így van. Tehát, ezt csak megerősíteni tudom. Nézd, te is célozhattál volna, úgyhogy Robi, érted, holnap együtt igen, leszünk. Igen, elegánsabb. Igen, de úgy sokkal jobb volt, hogy ezt így én mondtam el. Itt van már első vendégünk, Kollár Lajos és a DK országgyűlési képviselő. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Van hölgy a társaságában? Két lányom és egy hozzájuk tartozó feleség. Na, akkor holnap majd a virágárushoz nem felejtsen el elmenni, de azért köszöntsük a mai névnaposainkat is. Tomi, Tamás. Ubul, Perpétua, Tomai és Pál, boldog névnapot igen kívánok. És fölírtuk a jegyzetfüzetünkre, mert a szerkesztő nem figyelt oda, mert mi az Emiliával nagyon körültekintőek vagyunk, hogy, ja, rossz kamerában nézek, az hogy igen, mert piciben néztem, hogy ki ünnepli ma a születésnapját, nyilván sok-sok ember mellett. Konzsuzsa. Ma lett 71 éves. Igen, ezen gondolkodtunk, hogy elmondhatjuk-e, de arra jutottunk, hogy annyira jól néz ki Konzsuzsa, hogy elmondhatjuk, és boldog születésnapot igen, kívánunk. Igen, és innen felszólítjuk a szomszédokat, Konzsuzsa szomszédjait, barátait, hogy próbálják agitálni a művésznőt arra, hogy holnap jöjjön el hozzánk ide vendégségbe. Szeretettel várjuk. Igen, szeretettel várjuk. És kevésbé jó hírek a lapok címlapjáról. Kanyaró gyanú van, ugye ezt tudjuk, hogy a makói kórház dolgozóinál több esetben már kiderült, hogy kanyaróval fertőzöttek. Azt beszéltük, hogy aki 47 éves vagy annál fiatalabb, illetve idősebb, ő veszélyeztetett. Viszont a Népszava arról is ír, hogy nem lehet az általuk megkérdezett gyógyszertárakban kanyaró elleni vakcinát kapni. Mindenki be van oltva kanyaró elleni? Mindenki be van oltva, de azt gondolom, hogy ez tényleg egy egészségügyi szakmai kérdés, hogy mikor, milyen típusú vakcinával kitoltottak be, és vajon, hogyha valakit beoltanak egy vakcinával, akkor 20 év múlva azok hány százalékát kellene újból beoltani ahhoz, hogy 100%-os legyen a védettség. Szerintem most tényleg az a legfontosabb, hogy azt a helyi ügyet kezelni kell, ne legyen ebből járvány, és hogy a vakcinát a lehető leghamarabb hozzák fel. Feltételezések alapján Romániából került be ez a betegség. És hogy arról is beszéltünk képviselőről, hogy nem mindegy, hogy kit mikor volt, vagy ki hány a születésű. Mi ketten ugye például 69-esek vagyunk. Mi a veszélyeztetett korosztály vagy csoport között vagyunk. De nyilván ő meg azon töri a fejét, és gondolom, hogy azért drukkol, hogy nagyon sok államtitkár, nagyon sok miniszter, vagy miniszterhelyettes, vagy helyettes államtitkár be legyen oltva, hiszen ők sokan vannak, és hogy bízunk benne, hogy mindenki be van oltva, ugye? Ja, hát én annak drukkolom, hogy végre megtalálják a maguknak való feladatot, és mondjuk Budapesten a kátyúzással foglalkozzon legalább az államtitkárok fele. De félretéve a tréfát, 2010 előtt kevesebb, mint 50%-nyi államtitkár helyettes államtitkár volt, és abban bízunk, hogy 2018 után is ugyanígy lesz. Persze mindig egy adott kormánynak a joga, lehetősége eldönteni, hogy milyen kormányzati struktúrában végzi a munkáját. Ez a miniszterelnök feladata. A miniszterelnök úgy döntött, hogy sok jó barát van, akinek valamiféle sarzsit, kocsit, titkárságot kell biztosítani, de a nap végén a teljesítmény méri őket. És azt gondolom, hogy azok a mérőszámok, amiket a kormány nem magának talál, hanem nemzetközi mérőszámok, legyen szó akár a PISA-tesztről, legyen szó akár az ország egészségügyi besorolásáról, azt mutatja, hogy kétszer annyi államtitkára, helyettes államtitkára se tudják ellátni megfelelően ennek az országnak az irányítását. Egy másik hír még mindig szintén a Népszava címlapjáról, ugye a második kerületi Jobbik elkezdett olimpiaellenes aláírásokat gyűjteni, ez most az európai Maccabi játékokra, amit hát a pártberkeim belül, meg amúgy is a köznyelben zsidó olimpiaként is szoktak apostrofálni, és ugye itt sokakban felmerült, hogy akkor ez már nem az a cuki Jobbik, amiről eddig beszéltünk, és a párt most hivatalossá tette, hogy csak is attól tartanak, hogy idézem, a budapesti európai Maccabi játékokra szánt milliárdokat is szétlopja majd a Fidesz. Hát ehhez képest ugye Novák Előd elképesztőnek tartja, hogy 2019-ben zsidó olimpia lesz Magyarország legnagyobb sporteseménye. Szerintem mögött hosszú távú térhódítást kell látni. Ezek a demokratikus koalíció soha nem gondolta azt, hogy a Jobbik az megváltozik és képes cuki lenni, aki csak kiskutyákkal, kismacskákkal foglalkozik. Valójában az a kérdés, hogy a választók így látják, nem teljesen az ördéke így látják. Szerintem a Jobbiknak a törzsszavazói alapvetően annál az ideológinál maradtak, ahol a Jobbik elindult, aminek egyik lényegi eleme a zsidó ellenesség és a
az a rasszista felfogás, amit a valódi komoly ügyekben folyamatosan, állandóan képvisel a Jobbik. A DK elég sokszor exponálja magát, nyilván a legtöbb ügyben, de oktatásügyben is. Mit szólnak ahhoz a felvetés, az, ami nem úgy, csak éppen a mai Magyar Időkbe lehet olvasni, hogy lehetséges, hogy 2019-től nem 8 osztályban, hanem 9 osztályban tanulnának a diákok. Nézze, oktatásügyben azt gondolom, hogy valamit muszáj tenni. A PISA felmérés azt mutatja, hogy Magyarország brutálisan lemarad, és pont az alapkészségek tekintetében, és hogy az alapkészségekkel gond van, akkor gondoljuk el, mi lehet a digitalizáció kérdésében, aminélkül pedig egy modern európai polgár nem tud létezni. Ezért nagyon sok megoldás van arra, hogy ezen az úton elinduljunk. Lehet az is egy jó megoldás, hogy egy év folyammal több van, az egészet kell kitalálni, és könyörgöm, ne egy cigifüstös szobában egy ember találja ki, hanem végre egyeztessenek már... Mert nem is lehet dohányozni a cigifüstös irodákban, meg szobában. Igaza van. Végre egyeztessenek már azokkal a tanárokkal, akik ebben nap mint nap benne vannak. Gondolják már végig, hogy önmagában az, hogy egy év folyamat többen nem fog megoldást nyújtani, ha ugyanazokból a tankönyvekből kötelező mindenkinek tanítani. Nem de lesz... De, mert azt mondják a szakemberek, és egyébként hány évesek a gyerekei önnek? 14 és 16. Na, hát akkor még a 14 éves, akkor ő még a közoktatás... Most megy középfokú oktatási intézménybe. Most fog menni. Most így. Na jó, de akkor tulajdonképpen még ott vannak az általános iskolában. Akkor ön is tapasztalta nyilván, amikor leült mellé, vagy együtt tanultak, hogy olyan horribilis mennyiségű tananyag van, amit lehet egyébként, hogy 9 évre elosztva sokkal könnyedebben bele tudnának préselni a gyerekeknek a fejébe. Egyetértek. Szerintem ma nagyon sok olyan dolgot kell megtanulni a gyerekeknek, ami egyszerűen a magolásra épül, és az a célja, hogy a gyerek szorú-szorúra visszamondja. Én sokkal fontosabbnak tartanám, hogyha gondolkodásra, kreativitásra épülő tanügyi struktúra lenne, és hangsúlyozom, engedjék az iskoláknak a szabad tankönyvválasztást, mondjuk, hogy ne legyen az, hogy minden iskolának kötelező ugyanazon az úton végigmenni. Mondják meg, hogy nagyjából hova kell eljutni itt a 8. végére, de menet közben ne akarjunk robotokat csinálni ezekből a gyerekekből. De csak azt nézd meg, hogy gondolj meg végig a kötelező olvasmányokat. Emília talált még valamit. Igen. El akarja mondani. Szerintem egyébként izgalmas ahhoz képest, hogy mekkora port kavart Matolcsy György kijelentése, miszerint ugye egyik NATO szövetségesünk budapesti nagykövetségéről kormány és jegybank buktató műveleteket indítottak, és ennek alapján az általában sok feljelentéstevő Tényi István kémkedés és bűncselekmények miatt feljelentést tett, és ezt elutasította az ügyészség. Ennyire veszik komolyan, legalábbis a magyar nemzet interpretáció szerint Matolcsy Györgyöt az ügyészségen. Nem Tényi úrra van gond, hanem azzal, hogy olyan jegybankelnökünk van, aki képes arra, hogy kiáll, annak függvényében, hogy mit reggelizett, teljes abszurd dolgokat mond. Megnézi azt, hogy most vajon van-e piros pötty valakinek a fenekén, ez alapján eldönti, hogy lesz összeesküvés elmélet, nem lesz összeesküvés gondolja, elmélet. Gondolja, hogy Matolcsy György ilyen? Hát ezt mutatják a tények, nem én gondolom. És teljesen abszurd. Ez egy olyan felvetés egyébként az emberek részéről, mint az, hogy egyáltalán nincs igaza, hát vagy hülyeséget beszél. Én nem látom azt, hogy bárki ezt valóban komolyan gondolná, Matolcsy Györgyön kívül saját. Az őt delegáló Fidesz se gondolja komolyan, amikor a fideszes politikusokat megszorították ebben az ügyben, elzárkóztak gyakorlatilag attól, hogy ezt valójában minősítsék. Ugye a sztorinak érdekes része az, hogy Matolcsy arról is beszélt, hogy 4 megyében volt bankpánik. Furcsa ez a bankpánik, ami keveseknek tűnik föl. Igen, hát Matolcsy úr spirituális módszerekkel méri a magyar bankrendszert. Az a baj, nem csak az ellenzéki pártok nem hisznek már neki, hanem nemzetközi szervezetek sem. Igen, ugye most tehát sokan, önök is, szakértők is ironizálnak nagyon sokat Matolcsy Györgyön, meg a kormány gazdaságpolitikáján, de gyakorlatilag 2010 után évekig azt hallottuk, hogy már mindjárt közel az összeomlás, ahogy a kormány a gazdaságot irányítja, aztán ez mégsem következett be. A hiány 300% alatt van az államadósság, ha kismértékben, de csökkenés, a növekedés az beindult, némileg az uniós, nem mondom ki, de minden esetre nincsen a szakadék szélén, mint ahogy azt nagyon sok ellenzéki politikus elmondta. Sikernek minősül-e, hogy soha nem volt ilyen alacsony a beruházási szint Magyarországon?
Sikernek minősül-e az, hogy ma Magyarországon többen halnak meg fertőző kórházi betegségekben, mint közúti balesetben? Mondjuk ez nem biztos, hogy a gazdaság teljesítmény. Hát minek? Hát hogy ne? Hát alapvetően közel van hozzá. Mennyi pénzt tud a gazdaság betenni az egészségügybe? Sikere az, hogy 500 000 magyar dolgozik ma külföldön? Ez is a gazdaság teljesítménye. Nem tudja őket idehaza ez a gazdaság ellátni? Ez egy nagyon-nagyon súlyos helyzet egyébként, amit mond a kórházi fertőzések, de olvasta azt is egyébként, hogy a fertőzések hátterében milyen egyszerű dolog áll. Ezért van igaz Emiliának, hogy ennek aztán a gazdaság teljesítmény teljesítő képessége az égetett a világon. Az antibiotikumokra egyre több fertőzés nem reagál. Meg az, hogy nem most a kezet a fertőtlenítővel. Tehát igen, ez nagyon képbe vagyunk, mert a múlt héten itt volt egy szakértő. Igen, meg a kórházi épületeknek a minősége, ahol gyakorlatilag olyan állapotban vannak ezek a kórházi épületek, hogy normális módon már nem lehet őket fertőtleníteni. Tehát nem csak egy sima kézfertőtlenítésről van szó, hanem a kórházi épületek minősége is elfogadhatatlan. És miközben mondjuk a budapesti kórházak jelentős része a szétesés szélén áll, addig új szuperkórházat akar építeni a kormány valamelyik fideszesnek a telkén. Köszönjük szépen, hogy itt volt. Holnap akkor nőnap. Nem felejtjük el. Köszönjük. Köszönjük. Boldog nőnapot. Köszönöm.